Néhány hónapja csökkenni kezdett az élős etés ára, most a boltokban egyre növekvő árakkal szembesülnek a fogyasztók. A drágulásnak jártunk utána. A hazai termelésű vágósertés termelőjára áfa és szállítási költség nélkül a nyár elején 537 forint volt 1 kg-ra vetítve, ami 4%-kal marad el az egy évvel korábbitól. A darabolt sertés hús, mint a karaja tarja vagy a comb feldolgozói értékesítési ára 6%-kal nőtt ugyanekkor. A fogyasztói árak ehhez képest jelentősebben emelkedtek. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ugyanis például a rövidkara és a sertés comb a tavaly májusinál 23%-kal drágábban került a boltokba. A sertés ár emelkedés az még csak most indul el. A fogyasztó oldaláról rossz, a termelő oldaláról végre. És épp azért emelkedik a sertésár, mert ugye már beszélgettünk ebbe az évben is, tavaly is beszéltünk róla, hogy a gabonárak jelentősen megemelkedtek, és a sertés az egy abraktakarmányfogyasztó, tehát nem csak mi esszük a búzát kenyér formájában, hanem a sertés is a takarmányában, búzát, kukoricát, szóját, szójának is nagyon megemelkedett az ára. Emiatt nyílt az olló, a viszonylag alacsony sertésár még csökkent is, a takarmányár drasztikusan emelkedett. Ezért nagyon sok termelő döntött úgy, hogy abba hagyja, mert veszteséget nem tud termelni, veszteségből nem lehet megélni. Bizonytalanná vált. Hát most azt láthatjuk, hogy a tavaszhoz képest azért hazánkban is, itt a keleti ország részben is egy 200 000 hízóval kevesebb van, mint korábban volt, de legalább ez egy jó minőségű, dioxinmentes, finom sertéshús. Ugye az európai piacot nagyban meghatározza a német sertés, az ottani fagyasztott készletek elfogytak. Most már ott is a frisset vágják, most nehogy jogászodás legyen belőle, nem mondom milyen minőségű hús, de mindenki emlékszik még rá, hogy milyen botrány volt ott egy jó pár évvel ezelőtt. Tehát a jó minőségű magyar sertés ára végre elindult fölfele, végre a termelők is elérik először a nulla pontot, majd utána valamennyi profitot. És hát a pultokban is drágább lesz emiatt a sertés hús. A húsipar ugyanis egyre nehezebb helyzetben van. Már a tavalyi élősertés ár, majd a bér és energia költségemelés is komoly gondokat okozott, de a járvány miatt kieső vendéglátóipari kereslet és a pánikvásárlások utáni fogyasztás csökkenés is komoly bevétel kieséseket okozott a járványvédelmi költségek megjelenése mellett. Ugye a mezőgazdaság az olyan, és az állattenyésztés is olyan, hogy az ember évre, évekre előre kell, hogy gondolkozzon, stratégiát építsen, erre alapozzon. Hiszen a búzát ugye elvetjük ősszel, és majd learatjuk következő nyáron. A sertésnél is, hogyha a teljes forgót nézzük, ugye 115 napig, 3-3 hónap, 3 nap, amíg vemes egy koca, majd megszületik a malac, annak kell legalább egy fél év, hogy meghízzon. Tehát elég nagy az időintervallum, amit át kell hidalni. Hogyha valaki úgy dönt, hogy nem, majd később igen, akkor ez az időszak ki fog esni a termeléséből. Úgyhogy hát nem akarom elfeketleníteni a tévénézőket, de még elég komoly áremelkedés várható. Együnk úgy, hogy ne pocsékoljunk, együnk továbbra is finom magyar sertéshúst, és nem fogja akkor elvenni az étvágyunkat a kicsit magasabb ár. A sertéshústenyésztők viszont örülnek, hiszen most közelít az ár ahhoz, hogy nekik is megérje ezzel foglalkozni, nyilatkozta televíziónknak Domján Sándor, agrárszakértő.